Tolna vármegyei főügyészség büntetés végrehajtási ügyészét, Koncsek Kornélt kutató munkájáról kérdeztük. Évente megrendezett Kozma Sándor tudományos emlékpályázaton van lehetőség, amelyen vettem most részt. Erre a pályázatot 2023 őszén írták még ki, és 2024 február végéig lehetett beadni a tudományos pályaművet. Ennek körében a saját munkatapasztalataim alapján a közérdekű munkák végrehajtása során tapasztalt olyan problémát tártam fel, amely az egészségügyileg nem alkalmas elítéltek közérdekű munkavégzésének az akadályairól, illetőleg a probléma megoldási lehetőségeiről szól. Az első ügyészi törvény 1871. június 10-i kihirdetésének évfordulója, és 1991 óta az ügyészség ünnepnapja. Budapesten történt a kúria egyik dísztermében, és az elismerő oklevelet a legfőbb ügyész úrtól vehettem át személyesen. Ez egy nagy megtiszteltetés számomra, és örülök annak egyúttal, hogy a munkám során szerzett tapasztalataimat az ügyészi szervezet hasznára fordíthattam. Ez a tanulmány az ügyészség könyvtárában megtekinthető lesz, és minden hozzáforduló számára ha felhasználhatók az ebben leírt tapasztalatok. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatra benyújtott pályamunkájáért 15 pályázott díjaztak Budapesten.